Már piroslik, de még a fán van az alma. Van, ahol már elkezdődött, de van, ahol szeptember elején indul az alma szület. Idén az időjárás miatt jó termés ígérkezik étkezési almából. De még nehéz megjósolni, hogy 90 ezer és 120 ezer tonna között hol áll meg a végső termés eredmény. Ez pedig befolyásolja a termelői átvételi árakat is, mondta 35 perc című műsorunkban Apáti Ferenc a Fluidweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. A szakember szerint 150 forintos kilónként ár lenne a kívánatos, de lehet, hogy csak 120 forintot tudnak elérni a termelők, ami persze jócskán elmarad a bolti eladási ártól. Ha veszünk alapul egy 500 forintos fogyasztójárat, az ugye egy bruttó fogyasztói ár, aminek van 21,26 áfa tartalma, tehát egy 500 forintos almából durván 110 forint csak az áfa. Erre szoktam mondani, hogy senkinek nincs akkora haszna egy kiló almá, mint a magyar államnak. Marad 309 forint forint nettóban, ebből minimum 150 forintot elvisznek a úgynevezett post költségek, tehát minden olyan költség, ami a betakarítás után jön, a tárolás, a válogatás, a csomagolás, a szállítás, logisztika, údi és a többi költségek, és akkor ami marad, azon osztozkodik, minden termékpálya szereplő, ezért van az, hogy kisebb árakat tudunk kihasítani minden szereplő, aki fölöttünk van a láncban, az áruházláncok adott esetben a kereskedők, jobb alkupozícióval bírnak, mint a termelők, ilyen szétaprózott értékesítés mellett, és az a plusz 30-40 forint, én azt gondolom, meg lenne, hogyha úgy történne Magyarországon is az étkezési alma értékesítés, mint mondjuk Dél-Tirolban, Észak-Olaszországban, ahol egy millió tonna étkezési almát kettő tész forgalmaz. Nálunk 100 ezer tonnát 8-9 tész, meg még 5-6 másik áruházlánci beszállító, és ők egy Mással is versenyeznek az áruházlánci beszállításokért, és leverik folyamatosan az árakat, az az eredménye a versenyek. Ez nyilván a fogyasztónak jó, vagy az áruházláncoknak, a termelőknek nem jó. Még nehezebb helyzetben vannak az ipari alma termelők. Számukra a feldolgozó üzemek jóval az önköltségi ár alatt 38-40 forintos árat kínálnak, miközben a világpiacon óriási kereslet van a léalma iránt a piaci viszonyokból kiindulva azt lehet mondani, hogy a piac 11-13 centes léalma árat elbírna, ha ezt megközöljük és vesszük a közepét, 12 centet, az jelenlegi árfolyam is egy ilyen 46 forintos árnak felel meg. Tehát azt gondoljuk, hogy ez piaci szempontból mindenképpen elbírható, elviselhető a piacon. Sőt, ha abban gondolkodunk, hogy a léjúzemek egy hosszú távú ipari almaprogramot szeretnének, szeretnék a termelői bizalmat, kedvet visszaállítani, akkor ez még felett is meg kellene érjen plusz 1-2 centes, tehát plusz 4-8 forintos árat, és való 45-50 forintossában mindenképp ki lehetne kötni, hogyha a rövid és a hosszú távú lehetőségeket és érdekeket figyelembe vesszük. Ahhoz képest ez a 38-40 forint egyértelműen csalódás, és ha ez marad, vagy csak egy-két forintot emelkednek az árak, az hosszú távon semmi jóra nem fog vezetni, ez bizonyos. Ráadásul a kínált 38-40 forintos ár szinte ugyanannyi, mint az 5 évvel ezelőtti átvételi ár. Csak hogy közben a termelési költségek 70-80%-kal növekedtek. A szakember szerint, ha lényegesen nem változik a feldolgozó üzemek hozzáállása, akkor három 4 év múlva harmadára csökkenhet a megtermelt alma mennyisége, amelyek következményeként a jelenlegi négy feldolgozó üzemből mindössze egy maradhat talpon, a többinek nem lesz feldolgozandó magyar alma.